Szerdán délután érkezett, és vasárnapig maradt Sátoraljaújhelyben a sóváradi delegáció. A két település több évre visszatekintő testvértelepülési kapcsolat fűzi össze. Idén 13-an érkeztek az Újhelyi Napok rendezvény sorozatra az erdélyi településről, akiket a Városházán fogadtak Sátoraljaújhely vezetői. Az elmúlt időszak legintenzívebben fejlődő testvérvárosi kapcsolata alakult ki Sóvárad és Sátoraljaújhely között, hiszen egy éven legalább két alkalommal látogatunk el, ha nem többször mi Sóváradra, illetve érkeznek hozzánk Sóváradról. Most is 13-an vannak jelen a Város hete rendezvénysorozaton. Tavaly is így történt. Korábbi időszakban augusztus 20-a környékére esett a látogatás. Nekünk praktikusabb volt, hogyha erre az időszakra sikerül áttenni ezt a programot. 5. éve, hogy már eljövünk a városnapokra, bocsánat, mert mi falunapokat szervezünk. Ugyanezt viszonozták a Sátoraljaújhelyek is minden esztendőbe, amit nagyon jó néven veszünk. Jól esik, hogy eljöjjünk, jól esik, hogy most például elmondta a polgármester úr is, hogy a múlt évhez képest is már jelentős eredményeket értek el. Hát mi ennek örvendünk. Örvendünk annak. Ők is örvendnek a mi eredményeinknek. A sóváradiak ajándékot is hoztak Sátoraljaújhelybe, annak szimbólumául, hogy ezzel is erősítsék a települések kapcsolatát. Egy kopjafát hoztunk ajándékba, amely gondolom, hogy egy kis emlékeztető Sóváradnak és Körösegynek a barátságának a megkoronázása. És mindig azt szeretném, hogy ez a barátság maradjon fenn. Sátoraljaújhelyt és Sóváradot nem csak az ilyen jellegű látogatások kötik össze. Táboroztattunk már itt székely gyerekeket a faluból. Volt szakmai csoport is ezen az éven már Sátoraljaújhelyben, amely szintén civil szervezetek kapcsolatépítése miatt volt ott. Mi is tőlünk is mennek jövőre egyébként, és már a mi iskoláinkból is voltak vendégként gyerekek. Tehát van már kulturális kapcsolat, van szabadidős kapcsolat, van diák-diák közötti kapcsolat, és remélem, hogy még tudjuk bővíteni a lehetőségek terét. Bár a sóváradi delegáció tagjai az Újhelyi Napok rendezvénysorozatra érkeztek, Sátoraljaújhely vezetői egyéb programokkal is készültek számukra. Kipróbálhatják a kalandpark elemeit, bemutatják nekik a rendezvényteret, és kirándulást tesznek a hegy közbe és Borsiba.